mindenkit. Itt vagyok Barringtonban, ugye? És azt gondoltam, hogy akkor legyen végre valami közlekedős tartalom a csatornán. Első között nyílt meg, mert összesen ugye, mint korábbi videókban mondtam, 5 vonal volt egész Barrington területén. De ez talán a legrövidebb, ha jól tudom. 3 fejlesztés volt tervben, az 1935-ös bezárásig, a villamos hálózatot tekintve. Az egyik az innen indult volna, mármint a fejlesztés, hiszen idáig meg volt a vonal a tervezőig, csak annyit fejlesztettek volna, hogy hát ki is megyek, és akkor talán jobban meg tudom mutatni. Tehát arra felé van Pedgate, vasútállomás, és arról volt szó, vagy az volt a terv, ami végül is nem valósult meg, hogy arra felé, Pedgate felé fog tovább menni a villamos, aztán végül is úgy maradt, tehát nem belőle semmi. A másik ilyen fejlesztés, ami Hanvába volt, az egy másik híd felé vitt volna, ugyaninnen a temetőtől, de hát ugye az is ugyanúgy Hanvába volt. Végállomási vára. Tudom, hogy nem a falazva, tehát nem ültem meg, de feltételezhetően ez a fal később került bele, és itt végállomásozott a villamos. Abból kiindulva, hogy mondom, hosszabbítást terveztek, nagy valószínűséggel fejvégállomás volt. Normál nyomtával közlekedtek a villamosok, tehát semmi extra nem volt benne. Az, hogy egylágányos vagy kétlágányos, az egy jó kérdés, mert erre vonatkozóan nem találtam információt, de megfogom, és akkor így találjuk a látszik, hogy mivel mondtam, hogy nem tudom pontosan, hogy milyen végállomása volt, tehát abból következtetem, amit mondtam, hogy hosszabbítást terveztek, tehát ezért nem valószínű, hogy Hurokban végződött, de ettől függetlenül végül is lehetett volna, hiszen arra, amerre most ez a teherautó, konkrétan ugye ugráskocsi áll, ott ment volna be, itt az autó, hát így nem látszódik, főleg ha elvettem a fókuszt, de arra ment volna be, elvileg, és itt az autókereskedés mellett, ami ugye akkor nem volt autókereskedés, jöhetett volna vissza, és egyenesen ment volna tovább erre. Úgyhogy mi is erre megyünk, mert ez a biztos nyomvonal. Itt vagyok a következő megállóban, a St. Elphin's Parknál. Annál is valószínűbb, hogy ez megálló volt, mert itt mögöttem látható ez a kis tábla, emléktábla. Illetve hát nem emléktábla, mert ugye csak azt hirdeti, hogy St. Elphin's Park a neve ennek a helynek. De van egy emlékoszlop bent a parkban, ahol van, ingyen megyünk, bemegyünk, és akkor azt megmutatom. Ami viszont kimondottan a villamosnak állít emléket, hát, illetve ez a kis rajz itt mögöttem, de majd arról is mindjárt készítek egy fényképfelvételt, és akkor beszúrom ide, ami szintén a villamost ábrázolja. Ugye tudni kell, hogy a Church Street-en ment végig a villamos, ahol majd mi is végigmegyünk, és ez a kis rajz annak állít emléket végül is. Tehát akkor most hát megmutatom amennyire lehet. Inkább megfordítom a kamerát is úgy. Szóval ez volt valószínűleg a St. Elphin's Park megállóhelynek a várója, mondjuk így. Utas várója. Hát azóta sok minden változott, de hát végülis eltelt már a majdnem 100 év. Hát jó, nem annyi, mert csak 90 halány, de... És akkor lemegyünk. Itt a lépcsőn. Nagyon szép kis lugas van. Innen is megpróbálom megmutatni azért a várót, hogy így jobban lehet látni. És akkor visszafordulok ide. Tehát ez az a bizonyos oszlop, ami emléket állít a villamosnak. Ugye
Wellington Tramway Corporation volt a neve az itteni villamos társaságnak, és végül is ennek a cégnek az emlékére, hát nem a cégnek az emlékére, mert inkább a villamos hálózatnak az emlékére állították ezt az oszlopot ide a Szent Elfin Parkba, ugye, hiszen itt van egy megállója. Egyébként egy nagyon hangulatos kis park lett belőle, tehát nagyon szeretik az itteniek, kutyasétáltató, játszótér ott hátul, már amennyire látszik, ugye, és itt van nem messze a anglikán templom is, de megyünk is tovább szerintem, mert még van látnivaló. Na, sikerült átjutnom, tehát meg tudom mutatni, hogy itt szembe, itt volt valószínűleg a villamos megálló. Hát ma már csak ez a járda szakasz az, ami mutatja, de nagy valószínűséggel ez volt a villamos megálló. Annál is inkább, mert ugye ennek a templomnak kiemelt jelentősége volt annó, és hát közel volt a temetőhöz, vagy közel is van a temetőhöz, hiszen a templom még megvan, hála jó Istennek, hogy szívesos legyek. Itt ugye egy söröző van, pub, ami egy április 12-ével kinyithat újra, és ez az útszakasz, ez azért érdekes, mert ahol jöttük, ott hátul, tehát a temetőnél, az ideig a sarokig a Manchester Roadhoz, viszont innentől kezdve már a Church Street-en jövünk végig, és megyünk is tovább mindjárt a következő megállóba. Elérkeztük a feltételezhetően következő megállóhoz. Azért mondom, hogy feltételezhetően, mert ha jól tudom, akkor ez a Marquis of Greenby és a mellette álló iskola, mert ugye ez egy iskolaépület, ugye, ezek már itt voltak akkor is, tehát nagy valószínűséggel itt állt meg a villamos. Ugye itt vagyunk az Orchard Streetnél, és hogy ez volt a villamosjáratnak a végállomása, ezt így meg nem mondom, őszintén szóval. Feltételezhetően igen, mert innen már csak egy lépcsőfok van, mondjuk úgy, tehát egy helyre lehet menni. Ott majd arra felé megyünk le, és ott a távolban látszódik egy nagy épület, az ugye a most épült piactér, de mi nem arra megyünk, hanem elkanyarodunk. Az csak körülbelül az útirányt mutatja meg, hogy merre kell majd haladni, vagy merre halad a villamos vonal a saját garázsa. Tehát mondhatjuk így, hogy garázsa, tehát a Remiz felé. Úgyhogy a következő megálló az mindenképpen a Remiz lesz, csak ugye arról nincs semmilyen írásos dokumentáció, legalábbis a kezemben nincsen, hogy a Remiz azt már csak úgymond szolgálati járat volt, tehát ugye a Remizben már csak beálltak a villamosok, de nem ment menetrendszerűen el odáig a villamos. Vagy pedig tényleg eljártak a Remizig, és tényleg ott rakták le az utasokat, és akkor onnan fordultak vissza, de majd megnézzük, hogy mi van most a Remiz helyén. Na tehát onnan jöttünk, és a villamos az ebben az évben kanyarodott arrafelé, mutatom, na ott az ujjam, szóval, hogy arrafelé ment tovább, hiszen arrafelé van a Remiz is, kellett legyen a végállomása, elvileg, ahol az utasokat leszállította, hogyha nem ott a Church Street-en, ugye az Orchard City kereszteződésben volt a tényleges végállomás, de én valószínűleg tartom, hogy nem az volt a végállomás, hanem itt valahol. Hát ugye ezek az épületek minden voltak addig, vagy akkor, de talán itt ezen a szakaszon lehetett a végállomás, és akkor mutatom tovább, hogy merre ment tovább a villamos. Nem tartom kizártnak azt sem, hogy itt speciál egyvágányú szakasz volt, és mondom, ez lehetett a maga végállomási peron, de nem tudom.
Mindenesetre valószínű, hogy igen. És ha a fejére fújjál, el is érek odáig, amelyre ment a villamos be a remízbe. Mert hogy itt ment végig, több itt valószínű. Ez már tényleg csak a remízbe vezető járgány volt. Járgány, bocsánat, ez a remízbe vezető vágány lehetett. És hát hogy most konkrétan arra ment el, tehát ott további ívben fordult-e, vagy pedig így egyenesen át, hiszen ott a távolban egy fehér vitorla helyett egy fehér ház, nem is ház, hanem ilyen épület, hiszen most már bevásárló központ van ott a helyén, nem pláza, hanem ilyen bevásárló udvar, tehát ott volt, vagy ott, hát igen, az a Remisz helye konkrétan, de most az út azt adja, hogy erre ívben elfordult és úgy fordult be, de mondom, nem kizárt az sem, hogy akkoriban más volt a kiosztás, más hogy volt kiépítve, és akkor így egyenesen ment keresztül mindenen. De mindjárt megnézzük. Nos, hát nem lettem sokkal okosabb, de nem tartom kizártnak, hogy tényleg az történt, hogy végigjött a híven, és akkor itt, ahol most ezek a oszlopok vannak, itt be tudott akkor annó jönni, és itt jött végig. Azt sem tartom kizártnak, hogy ez itt szemben egy szükségleszálló hely volt esedékes, vagy pedig a váltás helye, nem tudom, de hogy ugye úgy van kialakítva az ív a beton szegélyben, a járda szegélyében, hogy azért az körülbelül kiad egy villamosnyihozt. Tehát lehetségesnek tartom, hogy itt volt még egy ilyen megállóhely, de akkor ez már nem az utasoknak, hanem csak szolgálati jelleggel. Vagy pedig ténylegesen ez volt a végállomás, peron. Akkor viszont hurokban kellett, hogy forduljon a villamos, és akkor arra ment tovább. Tehát ugye mi arról jöttük, tehát ott jött végig a villamos, de mutatom, ott jött végig valószínűleg a villamos, és akkor ebben az ívben így fordult meg. Mondom, valószínűleg ez volt akkor, hát mondom, vagy szükségleszálló hely, vagy szolgálati megálló, nem tudom pontosan. De ha mondjuk, hogy ez volt a végállomás, a tényleges végállomás, ahol leszállították az utasokat, akkor viszont csak úgy lehetett, hogy így fordult meg, és arra ment tovább, és ott ment vissza a Church Street felé. Tehát akkor mégis hurokvégállomás lehetett magával véve. Ezt pedig itt mondom, vagy mutatom, ez pedig itt maga a depó, most már, de egyébként valamikor nem is. Mondom, 1935-ig itt volt a villamos remíz. Aztán ezt, hogy mikor bontották le és mikor építették a helyére ezt a bevásárló udvart, ezt meg nem tudom mondani őszintén szóval, de lehet, hogy még annó a remiszt kihasználták ilyen bevásárló udvar céllal, mint ugye Budapesten az 50-es villamos esetén, de hogy mikor lett teljes mértékben építve, azt nem tudom. Na, hát akkor itt a napi street-en végigmenve, ahol mondom feltételezem visszafordult a villamos, én megköszönöm mindenkinek a figyelmet. Még így a végén majd beszélök egy ilyen nagyon röviske kis történelmi áttekintést, hogy lássátok, hogy mi vár még a jövőben rátok, már úgy értem, hogy mi rátok a jövőben, hogy milyen vonalak voltak, mikor születtek, mikor szűntek meg, és mi egyáltalán a történelme
ennek a Wellingtoni villamos hálózatnak. Akinek tetszett, az kérem, hogy lájkolja, esetleg fel is lehet iratkozni, és akkor találkozunk majd a következő villamos vonalbejáráson. Köszönöm a figyelmet, bye everybody! Bye!